Az új 50 méteres úszoda, amelynek építési munkálatai napról napra haladnak. A beruházást Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség első embere is megtekintette, sőt néhány jó tanáccsal is szolgált a kivitelezőknek. A magyar válogatottal háromszoros olimpiai bajnok szakember óriási dolognak tartja az úszoda megépülését. Egy óriási dolog, mert Győr az érdemtelenül volt az úszásban, vízilabdában lemaradva az úszoda helyzete miatt. Hogyha ehhez még megépül a nyitott 33-as is, akkor a város egészségesebb lesz, és nem csak futball, vagy kézilabda, vagy kosárlabda mérkőzésre lehet menni majd szurkolni, hanem úszodába is. Az elnök tavaly évvégén a Graboplasz Győri Vízisport Egyesület évzáróján is Győrben vendégeskedett, és akkor elmondta Borkai Zsolt polgármesterrel, már a harmadik mondat után egy magyar bajnok győri vízilabda csapat tervezésénél tartottak. Adódik a kérdés, hogy lehet egy sikeres klubcsapatot felépíteni. Az elnök szerint először egy stabil utánpótlás bázis szükséges, majd a felnövekvő generációhoz igazolni kell néhány rutinos játékost, akik a gyermekek számára példaképek lehetnek. Utána aztán már saját erőből is lehet egy erős csapat, és csak esetleg egy-egy posztra hoznak egy-egy játékost. Ez a folyamat, ez Debrecenben is, Miskolcon, és Miskolc most már nagyon jó eséllyel jövőre első osztályú lesz. Aki egyszer pedig az első osztályban van, abból lehet bajnok. Ez egyelőre álom nekünk győrieknek, de a megépülő úszodával egy lépéssel már valóban közelebb leszünk ahhoz, hogy a hazai sikersportágunk Győrben is meghatározó tényező legyen.